megkérdeztem a vezetőedzőket, a játékosokat és a sajtóképviselőit a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. Először is szeretnék fordulni a vendégcsapathoz, vendégcsapat vezetőedzőjéhez, Vágó Attilához, hogyan látta a mérkőzést. Gratulálok az MTK csapatának és Gergőnek. Köszönjük. A győzelemhez. Hát igazából 45 percen keresztül nem volt kapus teljesítményünk, ez nagyon meghatározta a mérkőzés kimenetelét. És úgy, hogy a védekezésünk nem volt rossz, nagyon sokszor passzívnál, egy-két passzal a passzív lejártó előtt kaptunk elkerülhető gólokat, messziről, távoli zónákból olyan gólokat, amiket kivideóztunk, amit megbeszéltünk, sajnos hátul ezt nem sikerült megfogniuk a kapusoknak. Ebből ugye az MTK-nak lett egy nagyobb előnye, egész mérkőzésen futottunk az eredmény után, hogy ezt le tudjuk dolgozni, és a végjátékra már eléggé fáradtan kilúgozva érkeztünk meg, és ott esetleg lett volna szansz talán 3-2-re, az utolsó, nem tudom, 3-4 perc volt még talán vissza, esetleg egy szorosabb végjátékra, de addigra elfáradtunk, ugye a belső posztokon egész szezonban, vagy főleg a tavasszal, ugye nagyon kevesen vagyunk, ebből most még a Borgyos Pannának a kéztörése ugye kiesett 6 hétre, a Bulatanitának pedig sérülten játszott, fájt a derek az egész mérkőzésen, tehát nem nagyon tudtam őt a pályán tartani, így gyakorlatilag maradt 2,5 emberünk körülbelül a belső posztokra, ez meglátszott, hogy ott a döntésekben, a végjátékban sajnos a fáradtság miatt nem jó döntéseket hoztunk. Úgyhogy ennyi. Egyébként a lányokra nem tudok haragudni, mert küzdöttek, mindent megtettünk, hogy győztesen hagyjuk el ezt a mérkőzést, tehát nem adtuk föl szerintem egy pillanatra se. Ebből is tanulnunk kell, és akkor megyünk tovább, jön a következő mérkőzés. Köszönöm szépen. Itt van velünk a Dunaújvárosiak 19-es számú játékos, a Farkas Johanna, aki 10 góllal járult hozzá csapata eredményéhez. Hogyan láttad a mérkőzés belülről? Én is szeretnék gratulálni az MTK csapatának. Köszönjük. Sajnos a mai napon jobban játszottak nálunk. Rengeteg technikai hibát vétettünk, és egész mérkőzésen futottunk az eredmény után. A küzdéssel valóban nem volt probléma, de a végére elfáradtunk, és talán ez az oka annak, hogy ma kikaptunk. Köszönöm szépen. Vendégek után a hazai csapat, az MTK Budapest vezetőedzőjét, Vida Gergőt kérdezném arról, hogy hogyan látta a mérkőzést. A tabella jelenlegi állása szerint ezzel a győzelemmel az MTK Budapest a 8. helyre tudott fellépni. Igazából azt tudtuk előre, hogy ez nem lesz sétagalop, hiszen ebben a szezonban már kétszer is vereséget szenvedtünk a Dunaújvárost, egyszer a bajnokságban, egyszer a kupában, de ugye mind a két mérkőzés ugyanilyen szoros volt, mint ez. Úgyhogy nem számítottam sétagalopra, mint ahogy ugye mi nekünk ez védjegyünk, tehát nekünk mindenki ellen oda kell figyelni, és a maximumot nyújtani, hogy nyerni tudjunk. A mérkőzésről, hogy az első fél időben nagyon-nagyon jól támadtunk. Tehát taktikusan, okosan, akár passzívig elmentünk, és ahogy Attila is említette, ezekből gólokat tudtunk szerezni, illetve hátul volt egy stabilitásunk és egy jobb kapus teljesítményünk, ami, hogyha belegondolunk, azért nagy részben mindig eldönti a mérkőzéseket, hogy hol van jobb kapus teljesítmény. Azt tudni kell, hogy a két klub megegyezése értelmében a Logic Petro ugye nem védhetett ezen a mérkőzésen, de köszönjük a Dunaújvárosnak, hogy segítettek bennünket a Petrával, mert ez egy nagyon szép gesztus volt. Úgyhogy a Barbie tudta, hogy egyedül kell megoldani, és ezt meg is oldotta, ezt a feladatot. Aztán azt lehetett tudni azért, hogy a második fél időben nem fogunk még egyszer 19 gólt dobni ilyen könnyedén, hiszen az ellenfél is felkeményedett, illetve nekünk is azért hiányzik még egy ember a rotációnkból, aki hamarosan már vissza fog térni, ugye a Fanniról van szó. És ugye követtünk el technikai hibákat, amiből könnyű gólokat kaptunk, illetve gyorsan kaptunk gólokat, illetve elég sokat voltunk emberhátrányban is. Ami ugye nem mindig baj, mert legalább agresszív a védekezés, azt szoktam mondani, hogy van benne élet, meg van benne tűz. Úgyhogy azt gondolom, végig tartottuk az eredményt, és a végén győzelmet adottunk, úgyhogy az elmúlt mérkőzések fényében azért nagyon örülünk ennek. Úgyhogy bízom a további jó folytatásban. Köszönöm. Köszönöm szépen.
tudom velünk Győri Barbara, a hazai a háló őre. Az MTK Budapest 32-30-as győzelmet aratott ma. Ez 2 gólos különbség. Ebben valószínűleg benne van a te kiváló kapus teljesítményed is ismét, hiszen volt 3-4 olyan bravúros védésed, ami nagyban segítette a csapatot. Úgy gondolod, hogy ez volt végül az a kulcs, ami most szállította az MTK győzelmet? Én nem gondolom, hogy ez egy személynek köszönhető ez a győzelem. Csapatként nyertünk, nagyon fegyelmezetten játszottunk, és megvalósítottuk, amiket megbeszéltünk. Kemény volt a védekezés, és ezért tudtunk nyerni. Nagyon szépen köszönöm. Van esetleg kérdés a résztvevőkhöz? Amennyiben nincs, úgy köszönöm szépen a vezetőedzőknek, játékosok és mindenkinek. Köszönöm. Gratulálok. Köszönöm.